Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora július 5-én szerdán. Ma több helyszínre is elvisszük Önöket, elmegyünk Kálósemjénbe, Vajára, Nyírbogátra, emellett megünnepeljük az orvosokat és az ápolókat is, tartsanak velünk! Vármegyei közgyűlés, vízügyi és természetvédelmi kérdések voltak terítéken. Semmelweis nap, az orvosokat és az ápolókat köszöntötték. A hit védelmében megújult a kálósemjéni görögkatolikus templom. Segítség civileknek, tájékoztató fórumot tartottak Nyírbogáton és Vaján. Elsősorban vízügyi kérdésekkel foglalkozott a múlt héten a Vármegyei Közgyűlés. A testület meghallgatta Bodnár Gáspárt, a Fetévízig igazgatóját. Emellett szó esett a Tisza szennyezéséről és a kárpátaljai menekültek támogatásáról is. A közgyűlésen Kerecsen József járt. A Vármegye aktuális vízügyi állapota volt a központi téma a szerdán délelőtt tartott Vármegyei Közgyűlés első órájának. Az ágazat ár- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint az elmúlt időszakban történt fejlesztésekről Bodnár Gáspár, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a képviselőket. Előadásából kiderült, bár idén a tavalyihoz mérhető aszály nincs, a csapadék szegény 2022-es nyár nyomán sok helyen még ma is rendkívül alacsony a felszín alatti talajvízszint. Erre kell főként megoldást találni a következő években, mondta el Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy jól halad a délnyírség vízpótlását megoldó beruházás előkészítése. A Felső-Tiszavidékét közel 10 éve rendkívüli vízhiány sújtja. Ez a tavaly évben csúcsosodott ki a rendkívüli aszály alkalmából. De a vízfolyásainknak a 90%-a kiszáradt, több belvíztározó üresen áll, több belvíztározót pedig alig tudtunk feltölteni, csak tocsogó víz van benne. Folyóink rendre a legkisebb vízszint közelébe tartózkodtak a vízállások. Ez azt jelenti, hogy több esetben a negatív rekordokat is megdöntöttük, és hát természetes, hogy ennek hatása van a talajvizekre, és a talajvizek is 1,5 méterrel vannak mélyebben, mint ami ilyenkor szokásos lenne. Tehát ez mindenképpen súlyos helyzet. Az eddigi csapadék tevékenység jól alakult, hiszen június végén vagyunk, az átlagos csapadékot meghaladó mennyiség hullott, 8 mm-vel ugyanez nem sok, de legalább átlagos szint közelébe vagyunk. Vannak csúcsok is, például Császár szálláson júniusban 177 mm csapadék hullott, ez 2,5 havi átlag csapadéknak felel meg. Tehát az eloszlás is szélsőséges továbbra is, úgyhogy nekünk fel kell készülnünk a vízhiányra is, és a vízbőségre is egyaránt. Kettős a feladatuk, és az utóbbi években egyre inkább az aszály elhárítása a feladatuk, tehát megtöltötték azokat a csatornákat, belvízitározókat, amikbe egyáltalán vizet tudtak juttatni. Ez további feladatokat a következő évtizedekre a megyének, a Vármegyének, Magyarországnak, hiszen az időjárás változás az kézzelfogható tapasztalat, sőt az időjárási szélsőségek eluralkodása kézzelfogható tapasztalat, hiszen most is a csapadékok, örülünk neki, hogy sok van, de időnként pedig nagyon sok van. Tehát egy olyan vízelvezetési rendszert, víztározási, vízkormányzási rendszert kell kialakítanunk, amelynek a munkálatai elkezdődtek, ezért végig a rendelkezésünkre állnak a tervek, és remélhetőleg azután az évnek megfelelő módon tudunk reagálni aszályra, sok csapadékra, tehát a vizeket meg tudjuk tartani. Ez ennek a megyének nagyon fontos, hiszen a legmagyarabb folyó az itt lép be az országba. A Kárpátok hozzánk vannak a legközelebb, tehát az időjárási szélsőségek bennünket különösen érintenek. Sajnos az utóbbi évtizedben az aszály. Tehát vizeket kell tárolnunk, ez ennek a tanulsága. A vízügyi témakörben tett felszólalásában Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője, a Szamoson Romániából érkező hulladék mennyiségéről beszélt. Úgy látja, a régió számára továbbra is hatalmas anyagi terhet jelent a folyók megtisztítása, annak ellenére is, hogy az Ukrajnában működő monitoring rendszerrel sikerült mérsékelni a problémát. Ez a monitoring rendszer, ez nem csupán a vízmennyiség érkezését, hanem az ide érkező szemét mennyiségének a megjelenését is időben tudja jelezni a Fetivízignek.
amelyre tudnak időben reagálni. Ugyanez az együttműködés ugyanakkor számomra érthetetlen módon még mindig nincs meg Romániával. Jól lehet, hogy Románia területén is van egy monitoring rendszer, ami közvetett forrásból hozzáférhető a magyar hatóságok számára is, de ezt még egyszer mondom, csak önszorgalomból és közvetett forrásból elérhető. Közvetlen értesítést ez a rendszer nem küld a magyar hatóságoknak. Jól lehet, hogy több ezer köbméternyi szemét érkezik a Szamoson, és itt mindjárt kitérek arra is, hogy nagyon-nagyon nehezményezem ezt a fajta hozzáállását a román félnek, de az ukrán félnek is. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy azt a Temérdek elköltött több száz millió forintot, amit a szemét védekezésre fordít ma Magyarország és a Fetivízig, azt komolyan fordíthatná vízügyi fejlesztésekre, mint például a nyírség vízellátásának megoldása, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen rohanunk valami után, amit nem mi okoztunk, hanem egy másik ország, és rengeteg pénzünkbe kerül, és ez a pénz nagyon hiányzik más területről, a vízügyi szekcióból. Úgyhogy én azt várom az elkövetkezendő időkből, mindazok mellett, hogy sikeres munkát kívánok továbbra is a vízügyi hatóságnak, hogy egyszer csak felszabadul a plusz és kényszerből vállalt tevékenysége alól a Fetivízig, és azt a befektetési összeget, amit jelenleg a kármentesítésre, környezetkárosítás, illetve a hasonló tevékenységek mentesítésére fordít, azt valódi vízügyi dolgokra tudja fordítani, mindannyiunk javára. A megyek két fő kitörési lehetősége az ipar mellett az a turisztikai fejlesztés és a mezőgazdasági tevékenység. Tehát a vízügynek komoly szerepe van ebben a megyében, és hogyha jól teszi a dolgát, akkor én látok arra lehetőséget, hogy mind a mezőgazdaság, mind a turisztikai fejlesztések területén jelentős előrelépést tudnánk végrehajtani. Ehhez viszont tényleg az kell, hogy a Romániába és az Ukrajnából érkező szemét megszűnjön a folyóinkon. A közgyűlésen a Tisza ETT humanitárius akciójáról Szabó Nécap Andrea, a társulás igazgatója tájékoztatta a közgyűlést. A szervezet az elmúlt közel másfél évben több mint 200 alkalommal járt Kárpátalján, és csaknem 900 tonnányi segélyszállítmányt juttatott el a bajba jutottakhoz. Lehetne beszélni a civil szervezetekről, a települési önkormányzatokról, mi mégis a Tisza ETT-től kértük egy tájékoztatót a közgyűlés, illetve a közvélemény tájékoztatása céljából, hogy ők a saját működési területükön milyen feladatot végeztek el. Nem erre alakult a Tisza ETT, tehát nem egy jótékonysági szervezet, viszont olyan csatornákat épített ki a működése során az elmúlt 5 évben, amit igénybe tudtunk venni a segélyezés kapcsán is, és valóban számtalan civil szervezet, önkéntes igazgatóasszony elmondásából látszott, fényképekből látszott, hogy ilyen sok szervezet 600 millió forint értékűre becsülhető az a segélyadomány, amit az ő kezükön keresztül ment Kárpátaljára. Benne volt a megyei önkormányzati adomány is természetesen, magánszemélyek adományozása. Tehát ez az, hogy Magyarország, Magyarország népe, Magyarország kormánya, hiszen a külügyminisztérium tartja fenn gyakorlatilag a Tisza ETT-t, különbözőtos külügyminisztériumi támogatásra működik maga a szervezet is, nem támogatta volna, vagy nem szolidális Ukrajnával szemre szemezhet hazugság. Viszont a béke igénye az mindenképpen megvan, és ahogy megyünk előre a háborúban, úgy tűnik a nemzetközi közvélemény is másképp áll ez a háborúhoz, mint akár ezelőtt egy évvel. A menekülteket továbbra is ellátjuk, szolidárisak vagyunk a valódi menekültekkel kapcsolatban. Kárpátalján több százezer belső menekült van Ukrajnából, ő rajtuk most is próbálunk segíteni a lehetőségeink és adományozók aktivitásához mértán, és hát jó visszatekinteni, jó látni az embereknek a szolidaritását és azt az emberfeletti munkát, amit az a két asszony végzett a Tisza ETT-ben, három alkalmazottja van a Tisza ETT-nek és a hozzá kapcsolódó személyek. A vármegyei képviselők a topos forrásból Tiszavasváriban épülő ipari park költségnövekmény igényét is elfogadták. A szerdai volt a nyár utolsó rendes közgyűlése, a következőt a tervek szerint szeptember 2. felében hívja össze az önkormányzat. Július 1-e a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Samuel Weiss Ignác, akinek neve üzenetet hordoz. Összekapcsolódik mindazzal, ami az orvosi hivatást, a gondos gyógyítást és a tudomány fejlődését jelenti. Születésével együtt ünnepeljük az orvostudomány előrehaladását, a felfedezést, amely emberek millióinak mentette meg életét a múltban, és a mai nap is segíti a gyógyulást.
Az egészségügyben dolgozóknak küldetésük van. A beteg emberek ellátásán, gyógyításán túl egy olyan szemlélet elsajátítása, mely túlmutat a napi gondoskodáson. Magában hordozza a fejlődés, a továbblépés lehetőségét, ami egyben a gyógyításban megszerzett tudás továbbhaladását is jelenti. Az ápolókat és az orvosokat köszöntötték pénteken a Vármegyei Kórházban is, ahol Kindrusz Emese járt. Az onkológiai sebészet és a nőgyógyászat kiválóságai érkeztek tavaly novemberben Nyíregyházára. A szakmai konferencián azt a speciális eljárást mutatták be, amely a hasüregi daganatban szenvedő betegek túlélési esélyeit jelentős mértékben javítja. A módszert itt Nyíregyházán honosította meg dr. Tóth Lajos Barna, aki az idei Semmelweis nap egyik díjazottja volt. Nagy megtiszteltetés, 2010 óta dolgozom a Nyíregyházi egészségügyi rendszerben, és hát nagyon-nagyon jól esik, hogy elismerik a munkámat ezzel a kitüntetéssel. És az én mindennapjában benne van az, hogy minden nap egy kicsit többet, kicsit jobbat a korszerű technikáinak megfelelően haladjunk ebben a dologban, úgyhogy igyekszünk itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a megyén kívüli beteg számára a lehetőségünkhez képest a legjobb szakmai ellátást adni. A kórházvezetés igyekszik a mi munkánkat támogatni, igyekszik olyan lehetőséget biztosítani, amelyekkel tudjuk ezeket a szakmai lépéseket megtenni, és hát azon túl pedig nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a tulajdonképpen általam először Nyíregyházán végzett műtéti technika már az ország több kórházában is elvégzésre került, és ezek a kollégák nálunk Nyíregyházán tanulták meg ezt a módszert. A Vármegyeházán tartott ünnepségen a szakmai elismerések mellett 5 adjunktusi, 17 pedig főorvosi kinevezést vehettek át. Azt gondolom, azt, hogy a Magyar Egészségügyi Dolgozók napja, Semmelweis Ignác születésnapja, ez azért minden kórháznak nagyon fontos, hiszen ez a közösség, a dolgozó közösségnek az ünnepe, és azt hiszem, hogy meg kell becsülnünk a dolgozóinkat, érezzék azt, hogy ez az ünnepi pillanat egy kicsit róluk szól. Hiszen nem csak arról van szó, hogy egy közösség, méghozzá egy elég nagy számú közösség a megyében, hanem arról is egy közösségi feladatot látunk el, hiszen az emberek egészségéért dolgozik, mindenki még akkor is, hogyha a háttérben van. És ez az ünnepélyes alkalom, amilyen fontos az egészségdolgozók számára, méltó keretet ad annak, hogy azokat a dolgozókat, akik kiemelkedően dolgoztak egész évben a munkatársaik javaslatára, mert ez mindig alulról jövő javaslat, munkatársaik javaslatára a menedzsment döntése nyomán kitüntessék, elismerjék a munkájukat, illetve ugyanígy ezen az ünnepségen szokott átadásra kerülni az úgynevezett előmeneteli díjak, az adjunktusi főorvosi címek. Ezek már egy pályázat útján elnyerhető címek. Van a kórháznak egy szabályzata, amiben pontosan leírja, hogy milyen elemeket kell teljesíteni, mik azok a követelmények, amiket ahhoz, hogy valaki elnyeri ezt a címet, megkapja, teljesíteni kell. Vannak minimum követelmények, és ezen felül pedig nagyon sokat lehet, és egy bizottság eldönti, hogy megfeleljenek a követelménynek, és ennek alapján, amennyiben a pályázata sikeres, megkapja ezt a címet. Hiszen ha valaki adjunktus vagy főorvos, a gyógyításon kívül már más feladatokat is vállal, részlelkvezetése, egyáltalán a kollégáinak egy szakmai irányítása, úgyhogy ez egy rang az egészségügyben. Nem könnyű orvosnak lenni. De valahogy azt gondolom, hogy a hivatástudat az egy olyan fertőző dolog, ami az embert átlendíti sokszor olyan dolgokon is, amik másokat már esetleg felállásra késztetnek. Tény, hogy nagyon nehéz a helyzet. A Covid nagyon megterhelte az egészségügyet, az energiánkat maximálisan elfogyasztotta, és most ebből a maradék energiából kell építkezni, de szeretjük a munkánkat, és ezért megpróbálunk helytállni. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara dr. Dicső Ferenc osztályvezető főorvosnak adott át kitüntetést. A díjazottak és a kinevezettek valamennyien az ünnepséget szervező Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársai. Igen, ez egy nagyon fontos nap az intézményünk életében. Néhány nap van egy évben, amikor úgy megállunk egy picit, átgondoljuk az egész eltelt időszakot, és egy picit ünnepelünk. Az egyik ilyen nap a mai a Semmelweis nap, a másik pedig az ápolók napja. Ezek azok az ünnepnapjaink, amikor egyrészt kitüntetjük azokat a dolgozókat, akik az elmúlt időszakban nagyon magas színvonalon nagyszerűen teljesítettek, példát mutattak a munkatársainak. Ezen a napon adjuk át az intézményünkbe
az adjunktusi és főorvosi kinevezések, ezek a kinevezések nem automatikusak. Ehhez, hogy ezt megkapják, a jelölteknek egy komoly kritériumrendszernek kell megfelelni, amelyet végül a szakmai vezető testületünk dönti el, és adományozza ezt a díjat. Azaz ez is ilyen értelemben egy másik ünneprészünkre. És ez a mai rendezvény is az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházra vonatkozik. Azt jelenti, hogy mind az öt városban, a Nyíregyháza, Nagykáló, Mátészalka, Fehérgyarmat, Vásárosnavai, ahol fekvőbetegellátást végzünk, és a nyírbátori részlegünk, ahol járóbetegellátást végzünk, ez mindenkire vonatkozik. Több mint 5000 munkatársunk van, több mint 2500 fekvőágyon dolgozunk, és ezen az ünnepen a mai díjazottak minden egyes tagkórházunkból kerülnek ki. Idén pontosan kiszervezi ezt az ünnepséget? Ezt az ünnepséget, mint általában mindig a saját intézményünk szervezi. A tavalyi évben a kamarával volt egy közös rendezvényünk, a kamara is becsatlakozott. Az idei évben a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara szintén csatlakozik hozzánk, hiszen az egyik főorvosunknak, Dicső Ferenc főorvosunknak, a gyermekosztály vezetőjének egy kitüntetést fognak átadni, és nyilván segíti a rendezvényt, hogy a megyei közgyűlés, a vármegyei közgyűlés részünkre biztosítja ezt a csodálatos helyszínt, hogy ezt az ünnepet ünnepi körülmények között tudjuk lebonyolítani. Az eseményen elhangzott, a magyar egészségügy ünnepét minden év július 1-én tartják. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az utókor az anyák megmentőjeként ismer. Kiemelték, az idei ünnep a bérrendezésről is szól, július 1-től ugyanis 18%-kal emelkedik az ápolók bére. Emellett az egészségügyben dolgozók bérfejlesztése is átlagosan ugyanilyen mértékben zajlik majd. Kívül és belül is megújult a görögkatolikus templom Kálósemjénben. Korszerűsítették emellett a közösségi házat is. Az Istenszülő elszenderelés tiszteletére megszentelt templomot Szocska Ábel püspök áldotta meg vasárnap. A Szent Misén Munkácsi Anita is ott volt. A márciusi felvételeken, kicsit borús időben a templom is ridegebb képet fest. A padok még üresek, a munkálatok folynak. Virágoknak még nyoma sincs, de a változások már szembetűnőek. Itt pedig már két idős hölgy veszi szemügyre a virágokkal gazdagon díszített templom bejáratát, és próbálják feleleveníteni, hogy melyik év volt az, amikor utoljára állagmegúvó munkálatokat végeztek az épületen. A település legősibb építményeként Kálósemjén múltját, jelenét és jövőjét jelképezi a megszépült görögkatolikus templom, fogalmazott Belica László, Kálósemjén polgármestere. Felemelő érzés ez. Egy polgármester, egy településvezető mindig úgy tekint a település egészére, mint a saját portájára, mint a saját házára, tehát bármi, ami megújul, az mindenképpen nagyon kedves számára. Ez az épület, ami egy szent hely, a görögkatolikus templom, ez a településünk legősibb látható épülete. Ugye maga a templom is árpádkori templomok romjain, illetőleg a szentély az árpádkori, és ilyen szempontból a település múltja, jelene és jövőjét is mutatja. Az, hogy a településen átmenő zarándokok pedig itt állnak meg legutoljára, mielőtt Máriapósra érnek, és egy méltóképpen tudjuk őket fogadni, illetőleg a településen a görögkatolikus híveknek a miséjét meg tudják itt tartani. Ez mindenképpen egy jó és a jövőbe mutató tény. És hát egy közösségi ház is megújul. Közösség szempontjából ennek milyen jelentősége van? A görögkatolikus hitközség, közösség az nagyon aktív életet él. Én azt látom, hogy Orosz István parókus vezetésével a helyi közösség az folyamatosan fejlődik, és ez a tér, ami most megújult, ez mindenképpen egy komfortosabb mindennapokat tud majd eredményezni. A templom és a közösségi ház korszerűsítése és állagmegúvása 4 forrás összevonásával valósulhatott meg, mivel a teljes renováláshoz csak nem 300 millió forintra volt szükség. Most már teljes pompájában a Kálósemjén templom. Milyen forrásból jött létre a felújítás, és mi minden az, ami a mai napra elkészült? Kálósemjén templomról először is egy fontos dolgot érdemes elmondani, hogy ugyanazon a helyen ez a 4. templom. 1319-ből származó írások már arról számolnak be, hogy Kálósemjénben Szent Miklós tiszteletére kőből épült templom állott.
Kálai Ferenc volt az, aki 1726-ban a teljesen elnéptelenedett faluba 70 görög katolikus családot telepített le, és nekik átadta a romokban álló templomot. A jelenlegi templomunk 1897-ben épült, tehát a templom felújítás elkezdésekor volt pontosan 125 esztendős. A templom és a mellettünk lévő közösségi ház három projektnek a keretében újult meg és szépült meg. A templom külső az a határon átívelő úgynevezett Rohu pályázat keretében, ahol a pályázó a megyei önkormányzat volt. A templom belső pedig egy területi toppos pályázat keretében újult meg, a közösségi ház pedig egy magyar falu program keretében. Kívülről teljes egészében a tetőszerkezettől, a falaktól mindent sikerült, külső-belső nyílászárókat megújítottuk. Ami nem volt benne a pályázatban, az egyházközség saját erejéből a templom tetején lévő keresztet és gömböt 24 karátos vihararanyjal aranyoztatta. A toronyórának a helye ki volt alakítva, de nem volt benne toronyóra, azt is elkészítettük, illetve a barokk templomokra jellemzően úgynevezett szobor vagy ikonfülkék voltak kialakítva, amiben semmi nem volt, és ebbe pedig kárpátaljai festőművészekkel készítettünk két gyönyörű szép Mihály és Gábor főangyalnak az ikonját. A templom belsőben a teljes elektromos hálózat megújult, belső nyílászárók megújultak, új karzatfeljáró lett kialakítva, a mennyezeti szekkók teljes egészében restaurálva lettek. A templom ősiségét mutatja, hogy a templom szentélye több mint 800 esztendős, és a felújítás kapcsán ott találtunk befalazott kőkeretes, középkori boltíves ablakokat, befalazott körablakot. Milyen nagy a görögkatolikus közösség? A katolikus közösség a legnagyobb, a görögkatolikus és a római katolikus nagyjából fele-fele arányban, tehát egy 1100 görögkatolikus, 1100 római katolikus, és kisebbségben vannak a református testvérek. Hát akkor azt mutatjuk, hogy meg fog telni a templom, a szépen megújult új templom. Bízunk benne, a Kálos Eménynek a hitéleti buzgóságát mutatja, hogy minden vasárnap délelőtt két liturgiát kell, hogy végezzünk, 9:30 és 10:11 órakor. A közösségi házban mire lehet számítani, milyen rendezvényeket, vagy akár gyülekezeti órákat tudnak megvalósítani? Hetente általában ifjúsági hittan tartunk, képviselőtestületi ülést, az asszonyokkal alkalmanként bibliaórát, úgynevezett csigacsináló kört, az első áldozásra készülő gyermekeket a közösségi házban készítem, illetve pont egy hét múlva kezdődik majd el a hittanas tábor, amikor is 40-50 gyermekkel megtöltjük a házat, és megtöltjük a közösségi háznak az udvarát is. A vármegye műemlékeinek megőrzését fontos feladatának tekinti a vármegyei önkormányzat. A helyi közösségek megerősítésén túl turisztikai fellendülést is várnak a most létrejövő beruházásoktól. Érdekesség, hogy ez a Magyar-Román Európai Uniós Pályázati Program segítségével készült el ez a templom, és még 15 hasonló műemlék jellegű műemléktemplom újult meg a vármegyében. Református, római katolikus, illetve görögkatolikus templomok egyharmad arányban, de ennek a programnak keretében készül el a Nyíregyházi Múzeumban az új épület, amely egy irodalomtörténeti múzeumnak ad majd helyet, de lehetne még sorolni, hogy milyen más jellegű műemléképületek újultak meg, például a Fényeslitkei Római Katolikus Plébánia, amely a Vármegye legrégibb plébánia épülete a barokkorban épült. Büszkék vagyunk ezekre a fejlesztésekre, hiszen európai uniós forrásokat is sikerült ebbe bevonni, illetve a megyei önkormányzat is szerepet vállalt ebben a programban, egy úgynevezett flagship eljárásban valósultak meg ezek a felújítások. A megyei önkormányzat a kedvezményezettje a pályázati programnak, de örömmel ruháztunk be egyházi közösségek műemlékeibe is, megújításukba. Ennek van persze egy turisztikai lába is, turisztikai fellendülést is várunk, különösen olyan templomok esetében, amelyek művészettörténeti jelentőséggel is bírnak. Ennek a templomnak is van egyébként árpádkori alapja, árpádkori feltárás is megvalósult, mind a mellett, hát persze külsőleg egy barokk templomnak néz ki az is, és hát nagyon jól sikerült a felújítása, úgy látom, de közeljövőben elkészül a nagykálói templom is, amely ugyancsak hányatos sorsú volt, és ott azt is sikerült felújítani itt a szomszédban. Most meg engem is a húnál fehérem leszel, így meg engem is
megtisztuló. Most meg engem is a húnál, te élem leszek. A templom felszentelése után szentmisén adtak hálát a korszerűsített görögkatolikus templomért Kálósemjénben. Majdnem 3 milliárd forinttal több forrásra pályázhatnak idén ősszel a civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Erről is szó esett a Nyírbagáton és Vaján tartott tájékoztatón. Szalai Bobrovicki Vince helyettes államtitkár azt mondta, most is októberben nyílnak meg a pályázati lehetőségek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a civil szervezetek mindig is nagyon erősek voltak, és a mai napig fontos közösségteremtő erőt jelentenek, fogalmazott Kis András Nyírbagáton, ahol a lakosság számára információs napot tartottak a jövőt érintő civil pályázati lehetőségekről. És azt kell, hogy elmondjam, hogy a miniszterelnökség igyekszik segíteni a civil közösségi szolgáltató központokon keresztül abban, hogy a civil szervezeteknek minél egyszerűbb legyen ezt a nehéz időszakot átvészelni, és ez a fórum is arról fog szólni, hogy minden segítséget számukra megadjunk. Szalai Bobrovnicki Vince azt mondta, idén októberben fogják kiírni a civil szervezetek számára az új pályázatokat, amelyek a 2024-es esztendőre hívhatóak majd le. Ki mindenkit arra bíztatok, hogy induljon el, pályázza meg, és eddig még nem látott összeg lesz a NEA-ban. Ugye idén 11 milliárdot tudtunk szétosztani a jövő évi pénzt, meg 13,8 milliárd, tehát majdnem 3 milliárddal több, ami azért egy nagyon becsületes összeg. Úgyhogy én azt gondolom, csak jókat tudok mondani, amellett, hogy egyébként alapvetően nyilván a költségvetés inkább nehézségekkel küzd, mint sem, de a civil forrásokkal nagy baj nem történt. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a választó körzetében rekordszámú pályázati forrás érkezett a helyi civil szervezetekhez. Több mint 120 nyertes pályázattal dicsekedhet a választókerület civil szférája, és ez 120-150 millió forint értékű támogatást jelent. Tehát 120 nyertes pályázat és 120-150 millió forinti támogatási összeg. Ezzel biztosan állíthatom, hogy ilyen jó lehetőségek a civil szervezetek számára soha nem voltak. Az országgyűlési képviselő hozzátette, nem csak a választó körzetében, de az egész vármegyéről elmondható, hogy soha ennyi támogatás nem érkezett a civil szervezetek számára, mint idén. Vaján is lehetőségük nyílt a civileknek arra, hogy egy információs fórum keretében informálódjanak a következő évre várható pályázati forrásokkal kapcsolatban. Velicskó Mihály, a Vajáért Kulturális Egyesület elnöke szerint a helyi lakosság fogékony a közösségteremtő programokra. 2 évvel ezelőtt novemberben alakultunk. A célunk az volt a hagyományőrzés, a hagyományaink felelőnítése. Új dolgokat is hoztunk létre az egyesületen belül, ami eddig nem volt jellemző a településünkre. Az egyik ilyen dolog az például az adventi ablakdíszítés, amiben az egész város részt vesz. Ez elég nevezetes. Tavaly elkezdtünk csinálni egy ilyen helyi sütőversenyt a tájházban, mert a tájház a székhelyünk, tehát Vajának a tájháza, Vajának a kis szíve, aki az egyik legrégebbi épület itt Vaján jelenleg, és ez is elég nagy sikert aratott településünkön, ezen kívül rengeteg ilyen kisebb videónk van. Tisza Sándor Rajmond, a város polgármestere elmondta, Vaján található az ország legnagyobb tárogató egyesülete, de emellett számos más civil szervezet is tevékenykedik a településen. Több civil szervezetünk működik itt Vaján, több mint 10 szervezet. Ez a élet számos pontján horgászok, vadászok, sport, polgárőrség, kultúra területén, illetve
alapítványaink is egyházi vonalon, óvodai, iskolai alapítványok is működnek, és aktív szereplői a közéletnek. Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár úgy véli, a korábbiakhoz képest gyarapodhat a sikeresen pályázók köre, mivel a tavainál nagyobb forrás áll majd rendelkezésre, de a pályázható összegek várhatóan nem fognak jelentősen növekedni. Olyan 5 millió forint környékén, itt még nincsen végső döntés, lehet majd max pályázni, mert itt ezt nem akarjuk, hogy nagyon elszálljon fölfelé. Az összeg továbbra is a NEA a kis és közepes civil szervezeteknek a pályázati alapja. Tehát próbálunk minél több pályázat lehetőséghez juttatni, hogyha nagyon megemelnénk az alapösszeget, akkor ez nyilvánvalóan nem lenne lehetséges. Az államtitkár hozzátette, a Nemzeti Együttműködési Alap mellett a civilek számára más pályázati források is rendelkezésre állnak, amelyeket szintén érdemes megpályázni. Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a választókerületében többféle alapból is sikeresen jutnak támogatásokhoz a civilek. Megkülönböztettünk egyedi forrásokat, amikor egy speciális kérelmet fogalmaznak meg a miniszterelnökség felé, és ennek a finanszírozását, valamint az általános mindenki számára nyitva lévő pályázatokat. Itt az utóbbi években kisebb léptékű fejlesztések történtek, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a Magyar Falu civil keretét is ide tudjuk, hiszen azt is a miniszterelnökség kezeli, és a kettő együttben nagyon szép eredményeket tudnak felmutatni. Nincs panasz a civilek részéről sem a választókerületben az elnyert források tekintetében. Az információs nap főszervezője hangsúlyozta, a civil közösségi szolgáltató központ folyamatosan várja a tanácsadásra szoruló szervezetek megkereséseit. Bármilyen téma van, legyen az jogi, pénzügyi, az év minden munkanapján segítjük az ő munkájukat. E-mailen, a honlapunkon, a szabolcskatoja.cic.hu honlapon fennlévő elérhetőségeken nagy szeretettel várjuk minden ilyen megjelenést. Vagyis a civil közösségi szolgáltató központ munkatársai személyes tanácsadási lehetőséget biztosítanak a hét minden munkanapján ingyenesen Nyíregyházán, valamint a szervezet nyíltas irodájában, tette hozzá az operatív igazgató. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!